Bronzérmet nyert a magyar válogatott a Csehországi Minifutball Európa-bajnokságon. A csapat 0 0 döntetlen Utána a szétlövésben győzte le Romániát 3-2-re. Vendégem Nagy Lajos, Szövetség Kavitány és Lakimre kispályás labdarúgó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Hát, uh, 2015-ben az eb ugye a negyed döntőig, tavaly Székesfehéran a nyolcad döntőig jutott a csapat. Mennyire volt benne a levegőbe az, hogy most, most a dobogóra lehet érni? Ittkor reménykedtünk benne, évelején a felkészülés elején azt a célt tűztem ki a válogatott elé, hogy zálkozzunk fel az európai minifoci élmezőnyhöz. Én úgy érzem, ez a, az eredmény ez igazolta ezt a célt. Ö, teljesen elégedettek vagyunk, és ö, nagy sikernek értékeljük. Én te mióta vagy a keret tagja? Én tavaly az 21 es válogatottal Prágában már kiutaztam az Európa-bajnokságra, ott nekem volt egy második helyem és most kerültem föl ebbe az évbe a válogatotthoz. Ugye azért te, te nagypályán is játszol, futszálozol is, ö, hogyan lehet ezeket összeegyeztetni, vagy mi következik miből? Hát a nagypályás csapatomat, azt fél évkor ott a futcát választottam, ott a Ferencvárosban futszálozok, és közös megegyezés alapján elmentem, és a válogatotba szerepeltem. Na most a férfiak biztos, hogy kicsit furán fognak rám nézni, de ezért kicsit próbáljuk rendszerbe szedni. A, a futszál és a kispályás foci között mi a különbség? Mennyiben más, és neked mennyit segít az, hogy az egyikben részt veszel, és közben a másikba is átmész? Ö, teljesen más a futszál és a kispálya. A futszálba, a talpal veszük vesszük a labdát, terembe játszunk, mint itt a mini fociba viszont műfűvön, ötös labdával. Annyiba előnyöm van, hogy kispálya, megszoktam a kispasszokat, kényszerítőket, úgyhogy igazából nem volt újdonság ez az egész. Hát gondolom, hogy ilyen bronzéremmel azért a nagy válogatott is bőven megelégedt egy Európa-bajnokságon, de hát maradjunk azért mégiscsak a, a mini focinál, nem nagy, mint ugye a nagypályás. De hát eh, hogyan kell válogatni, hogyan kell elképzelni a bajnokságot, hogyan lehet válogatni, hiszen futszálosok is vannak. Egy szövetségi kapitánynak mennyivel összetettebb, bonyolultabb, vagy akár könnyebb a dolga? Ez nincs egyszerű dolgom, azért ugye nincs olyan bajnoksága a minifocinak még Magyarországon, ami hétről hétre megmutattatja nekem a játékosokat. Tornákat rendezünk az Országos Minifutball Szövetség szervezésében, illetve van most a Superligánk, ami hat selejtezőből és egy nagy döntőből áll. Ezeken a tornákon tűnhetnek fel, tűnnek fel olyan játékosok, akik esetleg még eddig nem voltak képbe. Nyilván járjuk az országot egy-két kollégámmal, nézzük a nagy 5 plusz 1-es tornákat, rendezvényeket, legjobb csapatokat, legjobb játékosok bekerülnek a Notezba, és ez alapján tudjuk válogatni. Most is az évvel legyen egy 35 fős kerettel indultunk neki, amiből morzsolódtak is, lejöttek is be hozzájuk új játékosok, és ebből alakult ki aztán később a 15-ös utazókeret. Ugye alapkövetelmény, hogy itt kizárólag amatőr játékosok szerepelhetnek. Hogyan lehet akkor őket összeszedni, felkészíteni, és aztán így összehozni, mert, mert azért egy egészen elképesztő csapategység alakult itt ki. De aztán erről majd beszélünk egy kicsit később. De hogyan lehetett ezt így összeállítani? Hogyan lehet őket tényleg felkészíteni, és egy egységes csapattá formálni? Amatőr sportolókról van szó, szóval valóban dolgoznak, tanulnak egy ével foglaltságok mellett kellett összehozni a válogatott edzéseket, edzőmecseket. Ezt harmadik éve csináljuk, és most volt elő, talán először az, amikor tényleg mindenki felhőtlen örömmel, jó kedvel, és, és iszonyatos akarattal jött ezekre az edzésekre, pénzt, családi életet félretéve, fáradtságot félretéve, és ez meg is látszott nem csak az eredményen, hanem azon a, a közösségi szellemen, ami kialakult itt pár hónap alatt, és ami jelentkezett az Európa Bajnokságon is. Ez hát, egy ritka jókedélyű csapat állt össze, és uh, szerintem mindenki csak nézte, hogy, hogy mit összebohockodik ez, ez a, magyar válogatott. Ez egyébként nem csak azt sugalja, hogy egy ilyen nagyon jó pofatársaság társaság gyűlt össze, hanem valamilyen szinten egy magabiztosságot is, nem? Tehát ez, mint hogyha nem lett volna tét, hiszen tudtátok, hogy, hogy jók vagytok. Hogy, vagy, hogy hogy állt ez így össze? Te hogy érezted ezt meg? Hát megmondom őszintén, nagyon nem voltam még ilyen csapatban, ahol ennyi móka kacagás van. Hát ezért értük el ezt az ez aval, mert tényleg felszabadultan játszottunk, harcoltunk egymásért, és tényleg olyanok voltunk, mint egy nagy család. A testvérek úgy tekintettünk egymásra, és ezért tudtunk harcolni egymásért, és elértük ezt a szép eredményt. Ezek ilyen játékosok, vagy ez az edzőnek a műve? Tehát valahogy ennek csak ki kellett alakulnia. Csak úgy nem rohangálnak oda a traktorra a, a, a játékosok, és ülnek fel rá. Tehát ezért ez el, 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 eléggé vicces, de... De hát ugye nem csinálnak ilyet, ha, ha nincs valamilyen indítatás valahonnan. Megkaptam a 11 nap alatt, hogy ennyi flugos, őrült embert hogy lehet összehozni egy keretbe. Uh, én mindig is olyan edzőnek tartottam magam, aki a, a válogatási elvekben nem csak a játékos képességeit nézi, hanem mentális erejét, illetve a, a, a közösségbe beilleszkedését is, és uh, megtaláltam ezeket a srácokat, akik a, a meccsek ken kívül, tehát a kétszer 20 percet, amit iszonyat komolyan vettek, azon kívül egy, egy, olyan szellemiséget hoztak nem csak, a, nem csak ott az eb a, a, mini futball közösségben, hanem tényleg az egész világ láthatta, hogy ez egy őrült társaság. És... Igen, tehát ez nem csak egy mentális felkészültség vagy jó állapot, hanem itt úgy látszott, hogy itt mindenki itt kreatívan azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne még nagyobb bolondságot csinálni, tehát kirohanni a sajtófalhoz, és ott rögtön a gól után interjút készíteni egymással, azt gondolom, hogy ez, ez ritka, tehát, vagy legalábbis nem nagyon láttunk még ilyet, tehát, mint hogyha mindenki ezen gond törte volna a fejét szinte, hogy mit lehet még csinálni. Ez így volt, így volt. Tehát mondom még egyszer, ezek az őrült emberek. E, e, jó, hogy ilyet, ilyeneket csináltak. Tényleg negyedik, ötödik nap jött oda hozzám a Szlovén Szövetség elnök, és azt mondta, hogy gratulális, nem csak azért, mert jó játékosok alkotják a csapatomat, hanem látszik az a, az a, az a csapat összetartás, az a közösségi szellem, ami, ami a végletekig repíthet minket, és ez így is volt. Úgyhogy én tényleg le akarlappal a srácok előtt, hogy betartották az edzői utasításokat a pályán kívül, a meccsek alatt és a meccsek után is. Milyen ez a csapat amúgy? Technikás, gyors, fikás? Mert akkor ugye ebből ez kijött, vagy vagány. Mi az az el erőny, vagy erény, előny, amivel amivel mégis ezt elletettél? Ugye a fociba ötvözödnie kell a futszálnak, és a nagypályás focinak az előnye is. Tehát itt erőlétednek kell lenni, gyorsnak kell lenni, technikásnak kell lenni, taktikailag is éretnek kell lenni. A magyar játékosokban, amióta magyar foci létezik, benne van ez a magyar finesz, ez a magyar ügyessége. És ez ebbe a, minifociba mini ez hatványozottan ki tud jönni. A, ezek a, ezek srácok jó játékosok, jó focisták. El kellett velük ezt hitetni, hogy ez bennük van, és ki tud jönni akár ilyen tét is, mint mondjuk ez a bronz meccs. Ez ilyenkor ö, téged arra ösztöki, hogy akkor igen, maradsz a kispályás focinál, vagy érzed azt, hogy ezt esetleg ki lehetne próbálni máshol is? Mi a cél ilyenkor a te fejedben ez? Hogyan áll össze? Hát ö, mindig a következő lépésre koncentrálok, most elértük ezt a sikert, ezt most én lezártam magamba, és a következő célomra koncentrálok. És az mi? Lesz egy világbajnokság is, Tunéziában majd októberbe, de a futsalba is szeretnék minél több sikert elérni. Na és ott hogy állunk egyébként, ha már itt tartunk? Egy nagyon jó csapatban vagyok, egy nagyon jó közegben. A Ferencvárosba akartam játszani életemben mindig, és most ez összejött, és jól érzem magam ott. Ezt ilyenkor ö, tényleg külön kell választani? Futszál, mini foci és, és, nagypályás labdarúgás? Nem lehet ezt valahogy összemosni, és, és, hogy innen egy technikás játékost átvinne a nagy pályára? Vagy, vagy, inkább onnan jönnek ide? Hogy néz ez ki? Hát én, mint a mini foci válogatott szövetségi edzője, én... Próbálok csak a minifocival törődni, tehát ezt nyilván tisztában vagyok azzal, hogy amíg nem lesz Magyarország a Minifociban hétről hétre kialakult bajnokság, az ö, addig, addig ö, lavírozgatnom kell, hogy megtaláljam azokat a lehetőségeket például a válogatott edzése szempontjából, hogy milyen időpontra tegyem, hogy mikor érnek rá a játékosok. Ö, munkán kívül, futszálon kívül, tanuláson kívül, mikor tudom az, azokat az időszakokat összehozni, amikor egy edzőmet se el tudunk menni, szóval én mindig csak a minifocival törődöm, nyilván figyelembe véve a másik két sportágat is. Ugye azt láttuk, hallottuk, kicsit beszéltünk, hogy az ebén mennyire volt bolond a társaság, hogyan ünnepeltétek meg végül után ezt a, ezt a hatalmas sikert? Én edzői utasításba adtam a bronzmeccs után, hogy itt azért egy... Mm, elég fárasztó 11 nap után voltunk, és mindenképpen pótolni kell az elvesztett folyadékot és ásványi anyagot, Úgy, Nem hiszem, hogy ezt ásványvízzelózatok... Az is volt néha, természetesen ünnepeltünk, együtt megnéztük a döntőt, utána a pályán volt az éremátadás, ott is mi voltunk a a legörültebb társaság, tehát ott ez a traktor nem csak, hogy főszerepet kapott, hanem be is indult, úgyhogy a traktoron csüngve az egész csapat ment körbe a pályán, jobban örültünk a bronznak, mint az oroszok az aranynak, és utána a Brno ért véget. Hova teszed ezt az eddigi pályafutásod alatt, ezt az érmet? Hát ez szerintem a csúcspontom eddig, és szeretnék még több ilyet, és fényesebb medállal is díszíteni a polcomat de nagyon örültem, hogy ebbe a közegbe bekerültem, és köszönöm Lajosnak is, és az edzőinknek is, hogy segítettek mindenben. Tényleg olyan vezetőség áll ebben mögött, hogy le a kalappal előttük is. Nem csak a mi sikerünk ez. Hát gratulálok még egyszer, és azt kívánom, hogy a világbajnokságon is ugyanilyen sikeres, akár még sikeresebb legyen a csapat. Köszönöm Köszönjük szépen! szépen.